csütörtök délelőtt az Operett Színházban vagyunk próbán. Műsoron a Hegedűs a házvető rendezője, Vámos László. A darabot évek óta itt nem játszották, most újjászületve látjuk, halljuk majd. Mennyiben változik a rendezői felfogás? 13 év elmúlt. 13 nagy év, nagyon nagy idő, és annak ellenére, hogy ma sem látom másként a darabot, mégiscsak 13 évvel bölcsebbek lettünk, és mivel ez egy bölcs darab, illik is bölcsnek lenni 13 év után. Talán formailag annyit változik, hogy 13 évvel ezelőtt egy nehézkes szcenikai kényszerűségből mindig függönyt kellett engedni a képek közé. Ez fölnyársalta a darabot, és annyi részletre szabdalta, ahány képből áll. Most, hála Istennek, kitaláltak egy olyan anyagot, ami ugyanazt a képet adja, talán szebbek is a díszletek, mint a régiek voltak, bár ugyanazon a Forrai Gábor ugyanolyan tervei alapján készültek, de lehetővé könnyűek, és ezáltal lehetővé teszik, hogy nem kell függönyt engedni, hanem a cselekmény megállás nélkül folyamatosan egyik kép áttűnik a másikba, így következnek egymásra a képek. Beállított hozzám a te Zeit nagymamát, nyugodjék békében. A Zeit nagymama? És hogy nézett ki? Hát ahhoz képest, hogy 30 éve halott, elég jól. Én fölálltam és illően üdvözöltem, és azt mondta nekem. De szerencsét hozom! Mazel tov! Csak ezt kívánom én, hisz remek főleg én, a szabó mótlkám zajl! Mótl? Nincs hozzá hasonló! Mazel tov! A családja is jó! Mazel tov! A lelke, mint a hab, ő jámbor, mint a pap, a szabó mótlkám zajl! Minden darabnak van divatos szóval mondva úgynevezett üzenete. Én inkább úgy fogalmaznám, hogy sugárzása, kisugárzása. Vajon a Hegedűs a háztetőn mit mond a mai nézőnek majd? Nem nagyon szeretem én ezt az üzenet szót. Annyit elmondanék, hogy mint 13 évvel ezelőtt ma is az a célom, hogy ez a darab ne egy szűk népréteg, egy etnikum problémájáról szóljon, hanem minden kisebbségben élő nép, máigható, és hiszen a világ körülöttünk tele van ezzel a kérdéssel, problémájáról szóljon. Egy megrendítő helyzet, amikor egy közösségnek el kell hagyni azt a földet, ahol született, amit a hazájának vall, amit az otthonának vall, amihez kötődik, mert valami nagyobb hatalom kimondja azt, hogy nektek innen el kell menni. Esküvő után mi rokonok leszünk, a papám leszel.
A papád. Mindig szerette volna egy fiút. De úgy képzeltem, hogy fiatalabb lesz, mint én vagyok. Mi ez az ünnepség? Tegye egy a férhez a legidősebb lányát. Gratulálhatok, Tevje. Köszönöm, tisztelt uram. Tevje, van valami hírem. Úgy érzem, el kell neked mondanom, mint a barátomnak. Hallgatom, tisztelt. Parancsot kaptunk, hogy ebben a körzetben is készítsünk elő egy kis mozgolódást. Bacikám, ugrottál. Azért mondom el neked. Azért, igen, bocsánat. Azért mondom el neked, mert kedvellek. Tisztességes, becsületes embernek tartalak, pedig te is csak egy zsidó vagy. Nem először hallom ezt a bókot. És mi a hír? Parancsot kaptunk. Parancsot kaptunk, hogy ebben a körzetben is készítsünk elő egy kis mozgolódást. Pogrom. Nem. Nem, csak egy aprócska, nem hivatalos mozgolódás. Aprócska. Mennyire aprócska? Semmi, csak egy kis kavarodás. Hogyha az inspektor errejárát lássa, hogy mi is megtettük a kötelességünket. Személy szerint, ami engem illet, nem tudom, miért van szükség arra, hogy a népek között ez a nyugtalanság legyen. Hát szóval... Úgy érzem, ezt el kellett neked mondanom. És elmondhatod a többieknek is. Köszönöm, tisztelt uram. Te jó ember vagy. Ha szabad így mondanom, kár, hogy nem vagy zsidó. Látod, ezt szeretem benned, Tevje, hogy mindig viccelsz. Még egyszer gratulálok a lányodhoz. Köszönöm, tisztelt. Édes jó Isten! Hát muszáj volt egy ilyen hírt küldened nekem éppen ezen a napon. Nézd, én tudom, hogy mi vagyunk a te kiválasztott néped. De azért egyszer nem választhatnál ki más. Egyébként köszönöm, hogy jó férjet küldtél. Azért cselt lányomnak. Most én jó. Ez a jó. Szenved.